Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit egy videóban. Innen az Őrsvezértéről jelentkezek, emiatt a gombaépület miatt. És a legfrissebb hírek szerint 31-én, azaz jövő héten kedden lesz nyitva utoljára. Egyébként már csak pénztárak működnek benne, ez fog megszűnni. Ugye a BKK azt mondta, hogy a kereslet visszaesése miatt ugye egyre kevesebben vesznek már pénztárba jegyet. Ugye már lehet applikáció, meg lehet automatába is. Egy jegyautomata az ott lesz, és egyébként a metró megállónál a térnek a másik oldalán. Ott a pénztár tovább is itt maradt, tehát azért az Őrsön a jegyvásárlás a lehetőség pénztár által nem szűnik meg. És ezt a gombát, ezt már szerintem a 70-es években ide építették, mert 1980-as képet láttam én az Őrsön, mikor a sugár átadásáról volt szó. És akkor így még a totál képeken is látszott. Ez már akkor is itt volt. El fog menni egy villamos. Azt megvárjuk. Látjál, itt vannak a pénztárak. Hát május 31-ig, azaz jövő héten keddig lesznek itt, utána ugye az utolsó funkciót is elveszti az épület. Most voltak már olyan hírek, hogy le fogják bontani, de erről még semmi hivatalos információ nincsen, tehát szerintem nem döntötték el, mi lesz a sorsa. Meg nem hiszem, hogy ezt azonnal lebontanák, ahogy bezárnak a pénztárak. Maximum, hogyha valamit akarnak kezdeni a területtel. Egyéb hasznosítására meg még semmilyen ötlet nem merült fel, ami legalábbis így hivatalos szinten. Az emeletnek már régen nincsen funkció, hogy egyébként szerintem forgalomirányítás működhetett itt régebben. Tehát még innen látszik a legjobban a építmény. Ja, és ezek egy BKV tulajdona. És hát mondom, a jegyeladás az május 31-ével itt megszűnik. És itt az utód, ami a jövőben a pénztári funkciókat ellátja. Túloldalt van egyébként még egy ilyen jegykiadógép. A látszik jelenleg is már csökkentett kapacitással működik, 4 helyből csak 2 üzemel. Hát ennyit röviden erről a gomba épületről. Egyébként a Móri Zsigmond körtéren volt egy hasonló, de azt már lebontották. Úgyhogy akkor ennyi. Köszönjük, hogy ezt a rövid videót is megnéztétek. Sziasztok!